Tóth Benyamint kapcsoljuk a tudósítónkat. Szervusz, Beni, ugye tudjuk, reggel leállt a metró, az utasok feszítették ki az ajtaját, egészen megdöbbentő a történet. Te most ott mit tapasztalsz, érezni, mert még bármit a fennakadásból? Szervusz Judit, jó reggelt kívánok a fórum kedves nézőinek, és a fennakadásból már szerencsére semmit nem érezni, ugyanis egy órával ezelőtt már újra teljes vonalon jár a 3-as metró. Ugye, mint ismeretes, a 69 milliárd forintból felújított orosz metrókocsikkal az elmúlt hónapokban több probléma is volt. A hónap elején volt a legsúlyosabb probléma, ugyanis a megállóban egyszerre mind a két oldal ajtajai kinyíltak. Most ennek az ellenkezője történt, a nyugati pályaudvari metró megállóba begördült ez a felújított szerelvény, viszont nem nyílt ki az ajtaja. Körülbelül 10-12 percig csak vesztegelt a metró megállóban az új felújított szerelvény, közben a peronon több 10 méteres sorban várták az emberek, hogy mi is fog egészen pontosan történni. Az Index újságírója ott volt, és ő beszámolt arról, hogy körülbelül 6-8-szor a metró vezetője elnézést kért a hangos beszélőn az utasoktól, majd két utas egyszer úgy gondolta, hogy ebből most már elég, ugyanis lincs hangolat alakult ki. Egészen pontosan idézek egy-két kommentet, amik voltak. Stadion van, de azért a metrót nem tudják megcsinálni. Gyerekek, nyugi, mindjárt elengedik a gázt. Azért ez arra asszociál, hogy ez valóban egy súlyos probléma, és tényleg, szóval, ahogy említettem, két férfi ezt teljesen megunta, úgyhogy kifeszítették a metrónak az ajtát, amit egyébként a biztonsági rendszer nem tehetett volna lehetővé. Szóval egy picit kinyitott, újra összecsukódott, majd a kint a peronon álló utasok segítségével kifeszítették az ajtót, utána a metró vezetője körbejárta az egész szerelvényt, és kinyitogatta mechanikusan az összes ajtót, így tudtak az utasok távozni a felújított, még egyszer mondom, 69 milliárd forintból felújított 3-as metróból. Azért állunk itt a klinikák megállónál, ugyanis Facebook beszámolók szerint itt a klinikák állomáson ürítették ki a 3-as metró felújított szerelvényét, illetve az összes szerelvényét, és utána ezt a megálló is lezertek. Ahogy már említettem, egy órával ezelőtt megnyitották újra, tehát teljes vonalon jár, de azért egy péntek reggeli káoszt nagyon is okozott ez a leállás, ugyanis nagyon sokan szerettek volna bejutni dolgozni, és így rengetegen késtek, mert mire a pótlóbuszok is kértek, az is igénybe vett egy kis időt. Szóval fennakadás volt, azt nem tudjuk, hogy mikor derül ki, hogy milyen bajai vannak még a felújított metrókocsiknak. Tarlós István március végén azt mondta, hogy a felújított kocsiknak ezek a gyerekbetegségei, de úgy látjuk, tehát hogyha egyszerre két helyen kinyílik az ajtó, illetve nem nyílik ki az ajtó, akkor ezek nagyon nagy problémák lehetnek.